Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit itt a következő videóban, amiben most úgy döntöttem, hogy ismételten egy ilyen lazácska kis párkörözést fogunk itt veretenni. Na most, ő csinálta nekünk ezt a pályát, és amúgy ezt a pálya a Parker Helix nevet kapta. Nagyon érdekes és különlegesnek tűnik nekünk, meg is lett a torta, yeah boy, olyan, mint egy ilyen, hát egy ilyen nagyon miniatűrizált Parker Helix, vagy nem is Helix, hanem Parker piramid, meg Parker Paradise, meg Parker nem is tudom micsoda. Szóval nem tűnik túl bonyolultnak ez a pálya is, hogy nézem, amúgy nem is túl bonyolult. Hát ez aztán jó lesz, ouch. Hát ez igen, ez ilyen kis nagyon egyszerűnek néz ki, csak még a kezem, így be kell melegíteni a kezecskémet, mert ez az igazság, hogy nem nagyon megy még ez a párkörözés itt most, egy kicsit elszoktam tőle itt az évek alatt, de amúgy ugyanúgy bele fogok jönni. Mi a szöszkenőcske van már ezzel? Ez a csapóajtó engem itt... Ez a csapóajtó, úgy érzem, hogy engem itt megszívott. Nézd meg! Nézd! Rajta állok, és ő mégis azt jelzi, hogy de nem. Pedig de igen? Mi? Hát nehogy már a... Ne csináld már! Hát mi a szösz? Hát már azt hittem, hogy vége. Mi van itt már megint? Mi ez? Hát már azt hittem, hogy itt ezzel a hülyeség... Nézd meg, én ezt nem hiszem el. Én ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Hát egy ilyen egyszerű, easy ugrás is... És nem tudom megcsinálni, hát mi a... Na várjál, most már akkor eljött az idő, hogy feltűrjük itt az ingujat, ami amúgy egy pullover, egy nagyon menő pixelhalcsos zsédavos pullover, és nem értem. Nem, ezt meg végképp nem értem. Ezt meg pláne nem értem. Én ezzel most itt be vagyok rágva ezen a pályán, hogy itt most mi történik. Hát csokolom. Csokolom, és jó nagyot, jó napot kiányok. Hát ez... Itt valamit itt rosszul csinálok. Tehát rögtön itt az elején azért így elakadni... Nem bírom. Hát hogy lehet az, hogy nem a csapóajtóra esem, hanem így mellé? Ez hogy lehet? Nézd! Puty! Ez mi? Miért esek le? Tehát, hogy a csapóajtó oké, rá van téve, de miért esek le róla? Itt vagyunk. Igen. Yeah boy. Ez nagyon jó. Zsíros deszka. De ezzel itt még itt nem fogok tudni felugrani. Úgyhogy biztos tuti fix 100%, hogy erre kell menni tovább. Várjál, nem? Ó, de figyelj. Ó, de ide néz. Ó, de már, de ne vár már. Hoppá. Hoppá. Hoppli hopp. Hoppli hopp és leesek. Csókolom. Nem bírom. Hát mi a szösz van? Mi van-e? Konkrétan, srácok, nem tudok tovább jutni. Nem tudok itt tovább jutni, hát mit rontok el? Mit rontok el? Itt rontom el? Oda nem tudok ugrani. De várjál, mert itt erre viszont tudok menni. Aha. Giling galang szól a harang. Így kellett levágni, el sem hiszem. Hát járjon már nekem egy nagy tapsere, viszont le tudok ülni. Hát ez zsír. Loka. Jó van. Hát ez a pálya, ez komolyan mondom, ezt megcsipott. Ez a pálya, ez engem megcsipott. De már mindjárt a tetején vagyunk. Ez ilyen nagyon össze van zsufolva rajta a dolog, nem? Nektek nincs a... Kecis. Hova kell ott elugrani, srácok? Hát ellen, srácok, lányok, hát nem mondjátok komolyan már most, hogy ilyen messzire kéne elugrani. Ez nagyon messze van. Ó, te! Ó, hát te! Hát kérlek szépen, ó, tej! Hát hogy működik ez? Na most összeszedem minden erőmet. És teljesen a széléről, és így össze is jött. Köszönjük szépen, szépen, szégyen. Amúgy tudjátok, az a szégyen, hogy ez eddig nem jött össze, ezek az ugrások nem jöttek össze. Na most, ez amúgy itt mi? Mi ez a kis hálószoba vittyillócska? Hopp, oké. Okay. És itt kell felugrálni, létezik az? Létezik. Létezik, én azt mondom, ez így létezik. De be lehet menni, nem megyünk oda be, jó? Szóval ide be lehet jönni. Hello? Alika? Mi ez? És itt vagyunk, most ez jó? Kicsit próbált ilyen nagyon trükkös lenni, én úgy érzem, a pályakészítője, de ezt a Parker pályakészítést, hogy nekem most ezt nem mondja, hogy most komolyan visszakanyarodtunk ugyanoda. Itt amúgy ezt itt le lehet akkor erre vágni, haver. Vagy nem?
Vagy igen? Hát de igen. Ó, te. Jó, ez nincs olyan messze, az a szerencsém. Néha-néha csinál bele egy ilyen flikket, flakkot, és akkor teljesen eltévedek magán a pályán. Tehát, hogy nem tudom, a profi pályakészítők annyira jól meg tudják... Szóval, hogy ott tartottam, hogy a profi pályakészítők olyan jól meg tudják azt oldani, hogy ne zavarodjál bele a pályába, akik meg még így most tanulgatják, azok meg értelemszerűen nem nagyon, de viszont... Várjál, mert látom, hogy ez itt már most nehezébbé teszi itt a dolgokat nekünk. Oké, okay. Itt a lánc. Láncról láncra. Oké, okay. Úgy látszik, hogy láncról láncra ugrika-bugrika. Hát csak nem odáig kéne, és de, és idáig kellett elrepülni. Milyen érdekes építkezési elemeket használ föl a csávunk? Szerintem azzal ment el a pályakészítésnek a nagy része, hogy ilyen elemeket tett bele, mint az a sámlis, amire le lehet ülni. Már mindjárt a tetején vagyunk, ez egy jó hosszú videó lesz. Szóval, hogy ilyen elemeket használt fel a csávunk a pályakészítéshez. Ez szép volt, mert a Maker-t. Na így, erre. Nagyon jó. Ide essek le. Úgy. Igen, igen, igen. Na, ezek tetszenek. Ezek ilyen kis ötletes megoldások, ilyen kis huncutságok, huncut dolgokat rejtettek el a pályába. Az Isten verje meg azt a lebor... Halló? Elnézést? Én most itt... Most ez... Mi történt? Halló, helikopter? Ez mi volt? Ez mi volt? Halló? Napot kívánok! Most a helikopternek a tetejére kellett volna felugrani? Vagy hogy van ez? Áucs! Ne! Á! Oké. Okay. Szerencsére így innen újra tudom kezdeni. Jó, akkor ezek szerint a helikopter az egy huncut. Huncut a helikopáterius. Hup! Oké. Okay. És akkor itt volt valahol egy ilyen flick-flack benne. Ugye? Hol van most a helikopter? Ez nem a helikopter. Oké. Okay. Wait a sec. A helikopter elment. De most hova ment a helikopter? Nem jön vissza a helikopter? Halló? Ez te jó, hogy le tudtam ütni a képet. Halló, helikopter? Halló? Nem megy vissza, hát ez jó. Hát ez zsír, ez karaj, akkor másik utat kell találni? Vagy ez most így ott maradt a helikopter? Már megcsinálta? Ez nagyon menci... Wait a minute, ez szerintem itt egy valid ugrás. Csak még rá kell koncentrálni. Így. Pedig meg lesz. Ez itt... Így van. Így van, ez volt itt a huncucs. Jaj. És így már jó a helikopter. Oké, zsok. Hallod? Ezt nem gondoltam volna. És ez mi itt? Ez mi volt most itt konkrétan? Így csak végig kellett ugrálni. Hát a jó. Jó, nekem belefér, és itt a vége. Fuss el véle, Juvin. Ennyit kapok? Semmi tűzjáték? Tűzjátékot se kapok? Még az se! Arra sem véltott a játék, hogy legalább egy tűzjátékot nyomasson nekem. És legalább egy elitrát. Nem? Most se kapok? Hát végül is teljesítettem a pályát, ez szupi volt. De esetleg annyit megpróbálhatnánk még tenni itt az ügy érdekébe, ha már úgyis ilyen gyorsan végigértünk, hogy egy speedrun toljunk ezen a pályán. Úgyhogy csapassuk egy speedrun-t! Na itt is van a stopper óra, és akkor elindítjuk nem sokára az időt. Hát vannak részek benne, amitől kicsit félek, és kicsit be vagyok toiglízva. Például rögtön az elején volt egy nagyon trükkös ugrás, amin hát szerintem el fogok szórakozni most is. Tehát na, én ezt most itt felgyorsítom nektek, és úgy fogjátok végignézni, hogy jobban tudjak koncentrálni, és nem fogok beszélni. Úgyhogy 3, 2, 1, indulás! Indulás, a stopper elindult!
és vége! Hát ez aztán... Ez speedrun volt a javából. Tudjátok, mennyi idő alatt játszottam ki? Most ezt így a pályát? 2 perc, 49 másodperc lett így ezzel, hogy teljes mértékben odafigyeltem. Jó, hát ezt lehet csökkenteni, növelni. Inkább csökkenteni ezt az értéket, mert szerintem az azért nem vészes, de nem is a legjobb idő. Úgyhogy most itt és most kihívnálok benneteket arra, hogy ti is teljesítsétek ezt a pályát, és írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen gyorsan tudtatok végigmenni. Ha gyorsabban, akkor jár nektek a like és a hatalmas nagy pacsi, ha pedig lassabban, akkor meg csak egy pacsi. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor csapassatok rá egy like-ot, iratkozzatok föl, és lessétek meg a leírást, ugyanis nagyon menő pixel. De most cuccokat ott tudjátok beszerezni, és ne felejtsétek el, hogy a Csótány Vadász képregényeim most már a Libri, illetve a Lira könyves boltokban is be lesznek szerezhetőek. Továbbá nem sokára megjelenik az új könyvem, az Álomhozók, arra is érdemes lesz majd odafigyelni. Köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!